Figyelj, és kezed meg is.
folytass robbanását. Az ország szívének minden dobbanását. Hallgass a köveket! Hallgass, amit mondják! Idegen hatalmak őket összetűzták. Hűnek és embernek ugyanaz volt sorsa. Most a gyermekét! Thank you.
következő dal a Felvidék legnagyobb költője, Sajó Sándornak egy gyönyörű szép versészete, Magyar Élet. Mint ekkor Erdély meghajszolt határán, a fölriasztott utolsó bölény, úgy állt most népem, oly rihadta márván, útvadon áll a reszkető fölény. És én, mint vírem, üttető zenéje, ahogy most lázas hajkadon lihet, abban vagyok, melyben sír az élet. Yeah.
napja, Rákóczi tábora, Ébrenos Vácsova, ezt várja tőlünk Isten is oda. Rákóczi tábora, Ébrenos Vácsova, ezt várja tőlünk Isten is oda. Ezt várja tőlünk Isten is oda. Fia 1920 óta minden igaz magyarnak fáj a szétszakítottság. Fáj Erdélynek, fáj a Délvidéknek, fáj a Felvidéknek és fáj Kárpátaljának. Ebben a pillanatban a kárpátaljai magyarságot ez a szarházi Zelenszkij besorozza az ukrán hadseregbe és kiküldi a frontra egy olyan háborúba, amihez a magyaroknak semmi, de semmi köze. Ennek az az ukránok és az oroszok dolga. Ez nem a magyarok dolga. Úgyhogy kedves Zelenszkij, szeretném a anyádat, azzal köröldjél, hogy add vissza Kárpátalját. Yeah.
Na kérem, van valakinek mostanában születésnapja? Most volt, mikor? 25. Hát Isten éltesse, esetleg másodnak is. Neked is. László volt szerintem. Jó, hát oké. És egyébként vannak László? Jó, vannak. Péter, Pál, igen. Jó. Oké. Na, de születésnaposok is. És minden Péter és Pál és László és minden jó magyar embernek kívánjuk azt a gyönyörű, hosszú, szép életet élje végig boldogságban egészen a Hintalótól a jó megérdemel Hintaszékig. Az a lényeg, hogy csak mert ez a mozgás ez meg. Ringa! Húzódott a határ, volt, amikor itt volt a határ. És ahogy az elmondások szerint tudjuk, itt a Balogvárat a török például soha nem tudta bevenni. Úgyhogy nagyon nagy tisztelet az itteni lakosok felmenőinek, hogy nem csücskultak be a töröknek. Mostanában így az Európai Unió próbálja ránk erőszakolni a mindenféle... A fekete krampuszoknak a befogadását, hogy milyen jó az nekünk, hogyha felhigul így a... Tehát így is fel van, már higulva bőven, de nem kell nekünk ilyen fekete áradat az Afrikából sem, Ázsiából sem, sem honnan sem kell, a Közel-Keletről. Nem tudom, hogy
ti hogy vagytok ezzel? Most azt mondta az Európai Unió, hogy vagy befogadunk, ugye mindenki, vagy pedig fizető, hát vagy pedig nyomasgyebb az. Ez a harmadik, inkább megvédjük a határainkat, jó van? Oké? Thank you.
2010 óta nem rakhatja be a Kárpátia zenekar a délvidékre a lábát. 2010-ben a szerbek kitiltottak minket, visszavonásig, tehát azt mondták, hogy soha semmit, az autót, a rólókat, mindenkit kitiltották. Úgyhogy nem mehetünk a délvidékre. Most ugye problémájuk itt a koszovói helyzetnél, mi szurkolunk a szerbeknek, hogy kapják vissza az ősi földünket, Koszovót, ők pedig adják vissza a délvidéket nekünk. És akkor most túlsz, passz, ennyi. Tehát csak mindenkivel ki lehetne egyezni. Tehát meg volt ez 1938 volt az első bércsillöntés kapcsán, és ugye azért a félvidéknek egy jó nagy része visszakerült az akkori csokkahoz. Szerintünk ezt legalább ennyit le kellett volna tartani, a kurva anyját a párizsi békének, amelyik megint elcseszte ezt az egészet a magyarságnak különben. Higgyétek egy, mindig mindenkiről szó van, az egész Európai Unió, meg a NATO, meg lófasz, minden, mindenkit szeret, kivéve a magyarokat. Mi szeressünk egymást, csak egy nap az életünk, csak egy nap és nincsen tovább. De ezért, amért megszületnék, érdemes volt a cimborát. Mi csak tudom, hogy tudok is, de védünk-e vissza már a fáj, és látni a távoli fény.
következő dal nagyon emberi. Amikor amikor betegek vagyunk, ugye saját magunkkal nem annyira gondolunk, mert jó, majd megoldjuk. De akkor, amikor valamelyik szeretünk, a szüleik, vagy főleg a gyermekek, a barátaink, szeretünk, betegek, akkor mindent megmozgatunk azért, hogy a legjobb orvos, a legjobb ápolókat, azokat a kis fehér virágokat megkeressük, akik meggyógyítják a mi szeretteinket. Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük szépen az ő munkásságokat, hihetetlen munkát végeznek azért, hogy azokat az embereket megmentsék meg a barátságokat. Nagy tisztelet a kis fehér virágokat. Thank you.
Thank you.
Valaki? Na jössz? Te tudod énekelni? Nem, hát akkor. Na? Micsoda? Ha öntök be egy fél decit? Na én megígérem, hogy utána kapsz egy fél decit. Én is azt mondom, hogy nem volt. Na? Lesz. Jó, hát akkor, figyeljtek, akkor megszavazunk, hogy a Miki bácsi jön fel Piszkos Frednek. Gyere fel Piszkos Frednek, gyere, persze, tényleg. De úgy tud énekelni, amikor összehoz, elviszik. Látod? Neki nem kell fel, ezt ugye?
Budapesten most van a Pride hónapja. Messze elkerüljük a hibaszot, elkerülök, ne se megyünk volna. Még a felvidéken van valami ilyen, ilyen Pride, meg ilyen, azért. Nincs? Semmi? Jó van. Ennek örülünk, ide költözünk. Na, az volt kérem szépen az igazán szép idő, mikor férfi volt a férfi, és nő volt a nő. Fortnite,
Most pedig a vendéglátunk, pedig a Tóth Zolit szeretnénk a színpadra szólítani. Jó, ő mondaná egy pár szót. Hát, mellettél mögött a hangozóramot is, az... Akkor én szóval, ez állom. Rövid leszünk! Aki van itt. Nem bírom ez a... Azt itt van. Picit komolyra fordítanom, mindig eljön ez a pillanat a Klubvölgyi Rock Fesztiválon, amikor összekössül az eget a földdel. Amikor azokra az emberekre emlékeznek, hogy nincsenek, nem lehetnek már velünk, akiktől kaptunk oly sokat. Arra kérnék mindenkit, hogyha még kérhetik, kapcsoljatok be és mutassatok fel az égnek. Valamikor a rómaiak azt hitték, hogy a csillagok csupán egy kis lyuka az égből, a mennyországból, és onnan figyelnek minket ők. Ki barátom, az kombucsa fel. Most ők itt vannak velünk. És szeretnénk emlékezni egy emberre, akitől oly sokat kaptunk. Benneteket is kiszolgált éveteken, éveken keresztül, és nekem... És nem is olyan drága. Nekem ez egy ígéretem volt. Igen, 2000-ig. Kédesanyomra szeretnék emlékezni. Tudtam a marad. Hogyha levagyanak ez az, hogy komolyan jöntök rá, hogy mindig is mozog, akkor a minket... Anyuka, szeretlek! Minden így fiat szeret mindenki, amit kapunk, azt... Nem fogok az örökség. És mi itt maradunk, leszünk, vagyunk. Az ez nyolc az euró, ami másik az ma. Igaz, Felvidék. Hajrá, Felvidék! Ezt nem hallottam. Az őseinkért! Anyuk az ígéretét beláltottam, nyugodj békében. Mindenki emlékezzen az őseire. Yeah.
Oh,
Hol vagytok? Thank you.
már. Erdély szent bércére szóba száll, visszaszáll. Yeah.